Sport, honvédelem és hagyományok történelmi korokon át mindez fémjelezte a nagyszabású programot, ami a Honvéd Szondiese, a Honvédség, az I-generációért Egyesület, a Fiatal Civil Kurázsi Egyesület és a Szent István Király Múzeum együttműködésében jött létre. Mi a saját programjainkban is mindig hirdetjük azt, hogy ma azt gondolom a mai fiatalság, hiszen itt az a cél, hogy elsődlegesen ők a célcsoport. Úgy tudjuk őket megmenteni ettől az online világtól, hogyha valami izgalmasat, valami érdekeset adunk nekik. Az egyik az a sport lehet, a másik pedig azt gondolom, hogy a katonaság. Az iloncsuk az Árpád-kori élet hangulatát idézte meg a Kastrum a Nagy Légiós Sportágválasztó és Családi Nap Föveny Ifjúsági Hadtörténeti Találkozó elnevezésű programon. Gyakorlatilag folyamatosan voltak katonai cselekmények, sőt, mint több katonai tábor is volt, legalább egy alkalommal biztosan, ez ugyebár a római kor, de hát később a középkorban is a fehérvári országgyűlések egy részét a legközelebbi szárazulaton Föveny falu mellett rendezték. Egészen a második világháborúig van kötődése a parknak a honvédséghez, a katonasághoz. Így van. Ez még rendszeresítve van. A szervezők fontosnak tartották, hogy a mai kor katonája is bemutatkozzon a rendezvényen, így katonai technikai bemutatóval, valamint harci jármű bemutatóval is készültek, és toborzó sátor is volt. A katonai örökség azért fontos, mert az örökség az nem a lezárt múlt, hanem az örökös megkapja az örökséget mában a jelenben, és továbbadja a gyermekeknek és az unokáknak. Ezért fontos a katonai örökségünk nem csak megbecsülése, hanem őrzése és továbbadása, mert a ma katonáinak a múlt példái adják meg a tartást és az erőt. A Szondi Sportegyesület látványos bemutatókkal érkezett, és sportolóikkal is megismerkedhettek a látogatók. Most egy BB harmadik helyet értem el távcéllövésben, tradicionális íjjal, de hát még azért majd két év múlva meglátjuk, hogy mi lesz belőle, remélem fényesebben fog csillogni. A kellemes délutánt tovább színesítette a főzőverseny is, a bográcsokban vathúsból készültek az ételek. Tarhonyás húst készítettünk, a kapott vathúsból, az összes többi az, ami tudásunkat képviseli. A szervezők nem titkolt célja, hogy jövőre legyen folytatása a programnak.